Igyekszem majd megtanulni mielőbb az ABC-t, és meglepem az anyukámat, én olvasok majd mesét. Mintegy 200 diáknak kezdődött meg a tanév a Boglári Általános Iskola alapfokú művészeti iskolában, közülük 36-an elsősök. Mi leszünk az első B-sek? Nem fogjátok elfelejteni? Nem. Tehát az első B osztály. Mindenki most oda leült a helyére, és arra kérlek benneteket, hogy nézzük meg azt, hogy mi van az iskolatáskátokban. Például keresse meg mindenki a toltartóját. Izgatottan várták az első tanítási napot a kisdiákok, akik nem csak új tanszerekkel, hanem szülői jó tanácsokkal is érkeztek a Boglári intézménybe. Ugye a tanítónénire kell figyelni? Hát arra a tanórára. Meg hogy jó legyen az iskola, meg jól viselkedje. Mit szeretnél leginkább megtanulni, vagy mi az, ami nagyon érdekel itt a suliban? A számok meg a betűk. A vakáció kezdetével nem ért véget a munka az iskolában, hiszen egy kisebb felújítás ekkor kezdődött meg. Az önkormányzat, illetve tankerület segítségével teljes körű vizesblokk felújításunk van, 25 millió forintos beruházás. Szülői támogatással pedig parketta felújítás, valamint a termekben tisztasági festés is történt. Az első napok az ismerkedéssel telnek, hiszen nem csak az első osztályosoknak új a környezet, hanem több felsőbb osztályba is érkeztek új diákok. A Balatonboglári intézménybe 3 új pedagógus is érkezett az új tanévre. Mint az iskola igazgatója elmondta, a helyi önkormányzat idén is segítette a családok iskola kezdését. A tankönyveket a kormány innen biztosítja, a füzeteket pedig az önkormányzat támogatásával kapjuk. Már a tavalyi évben, illetve több évvel ezelőtt elkezdődött ez a projekt, és hála Isten idén is folytatódott. Ez pedig már a Fonyódi Mátyás Király Gimnázium, ahol több mint 500 diák kezdte el az évet. A 9-esek 142-en vannak. Jó, Egyes Roland. Jó, Roland, honnan? Gazdasági tagozatra jöttem, és Balatonfüredváron. Az első nap általában még nem tanulással, hanem az újak számára ismerkedéssel, illetve élménybeszámolóval telik. Kettől azonban már mindenkire munka és néhány új szabály is vár. Sok minden történt a nyáron, felújítások történtek a nyári karbantartás során, több épületrész megújult, egészségügyi festés történt, illetve változtak a törvényi környezet is változott, és ennek megfelelően átalakítottuk az alapdokumentumainkat. Mint minden tanévbeli, most is nagy várakozással tekintünk, bízunk abban, hogy ki tudjuk hozni a lehetőségekből a lehető legtöbbet, a diákok és a tanárok egyaránt, ezen dolgozunk. Fontos változás az iskolákban, hogy a diákok nem használhatják mobiltelefonjaikat a tanítási idő alatt. A legtöbb intézményben már reggel összeszedik azokat, és a fiatalok akkor kapják vissza, ha már nincs több órájuk. Bár az iskolai tanév kezdetét vette, ez az időjáráson egyáltalán nem érezhető. Így vannak olyan intézmények, ahol rövidített órákat tartanak, amíg tart a kánikula.